Az 1848-49-es szabadságharc 170 éves évfordulójára emlékezünk az idei évben. Ennek keretében tartott előadást a Múzeum Barátkör e-havi rendezvényén Kemény Krisztián, a hat történelmi levéltár munkatársa, szeptember 24-én az Arany 17 rendezvényközpontban. Úgy határozá a sors, hogy küzdelmeinket bevégezzük. Című előadása a Komáromi Kapituláció 1849. szeptember 27-től október 4-ig tartó időszakának komáromi eseményeiről szólt. Az előadó végigvezette az érdeklődő közönségnek, hogy mi vezetett a fegyverletételig, a vár megadásáig, vagy hogy Klapkának milyen dilemmákkal kellett megküzdeni. Ebben az időszakban a Komárom erődrendszere, illetve az azt ostromzáruló császárkirályi csapatok között éppen kapitulációs tárgyalások folytak. Klapka György tábornok, hogy Komárom erődparancsnoka, ugyanis felmérte azt a lehetőséget, hogy miután ugye a világos fegyverletét után megszűnt a szervezett fegyveres ellenállás az országban, Komáromnak már csak a végső kitartás, illetve a feltételekkel való fegyverletétel között kell választania, azonban miután ez az erődrendszer olyan komoly értéket képviselt az osztrák vezetés számára, hogy érdemes volt tárgyalásokba bocsátkozniuk a védőkkel, hogy bizonyos feltételeket engedélyezzenek nekik, hiszen hogyha meg kellett volna ostromolni az erődöt, akkor lényegében saját erődjüket lőtték volna szét, aminek az újjáépítés óriási anyagi ráfordítást igényelt volna. Klapka ezt kiválóan felismerte, és a szeptemberben lezajló kapitulációs tárgyalások során sikerült elérnie mind a vár helyőrségének, mind pedig a polgári lakosságnak a büntetlenségét, illetve a bizonyos szempontban az anyagi veszteségeket is sikerült mérsékelni, hiszen a komáromi várparancsnokság, illetve a komáromi polgármesteri hivatal által kiadott szükségbankjegyeknek a nagyjából 50%-át sikerült császárkirályi fizetőeszközre beváltani, így ez nem sújtotta ugye a lakosságot, ugye a Kossuth bankoknak a megsemmisítése, hiszen bizonyos ellentételezéshez jutottak, miközben az ország többi részén ugye a Kossuth bankokat ellentételezés nélkül semmisítették meg, ami ugye komoly anyagi veszteséget jelentett az egyszerű polgári lakosság számára is. Az érdeklődő közönség főleg arról tájékozódhatott, hogy milyen folyamatok vezettek az augusztus 30-ai kitöréstől az erőd kapitulációjához. Lényegében azt a folyamatot fogjuk végigvenni, ami a augusztus 3-ai kitöréstől, amikor ugye a Klapka vezette várvédelem szétszórta az ostromló csapatokat, hogy milyen folyamatok vezettek oda, hogy végül is október 4-én ugye az erőd kapitulált, és ezt a mentességet, amiről az előbb szó volt, sikerült az erőd katonasságának, illetve a polgári lakosságnak a részére biztosítani. Herkály puszta is nagy jelentőséget kapott ebben az időszakban. 1849. szeptember 27-én ott írta alá a komáromi vár küldöttsége, és ugye Július Hajnaú császárkirályi táborszern, hogy ugye a Magyarországi Császárkirályi Csapatok főparancsnok ezt az előbb említett kapitulációs egyezményt. Klapka nem volt ott ezen az egyezményen, csak a várból egy küldöttség, ő aztán késő este ratifikált ezt az egyezményt magában a komáromi erődben. Itt születtek meg azok a kapitulációs pontok, ami alapján ugye a városég letette a fegyvert. Kemény Krisztián történész számára az egész 19. századi magyar történelem egy nagyon izgalmas korszak, hiszen ehhez tartozik a reformkor, a szabadságharc, illetve a megtorlás után a kiegyezés. A magyar történelem szempontjából egy meghatározó, nehéz, sorscsapásokkal ugyan teli, de nagyon dicsőséges korszak. Elsősorban ezért választott a kutatása céljául. A Múzeum Baráti Kör e-havi rendezvénye is nagyon sok érdeklődőt vonzott az előadásra. Idősek és fiatalok egyaránt nagy figyelemmel hallgatták városunk ezen időszakának méltó történelmi eseményeit.